A tomboló kánikulában a topolyai tópartja megtelt fürdőzőkkel, az árnyékos helyeken lassú tűzön sült a rostélyos. Sokan a vízben hűtötték le magukat, mások a hűvöst biztosító fák alá húzódtak. Drugi put smo ovde ove godine i stvarno je lepo. Ne dolazimo često, ali dosta onako lepo i čisto. A Topolyához közeli Bácskos útfalván egy rövidebb kihagyás után ismét működik a helyi fürdő. A fiatalok szívesen töltik itt az idejüket. Fürdünk, napozunk, kicsit beszélgetünk lent ott a padoknál, szoktunk röplabdázni, focizni, hát kikapcsolódunk. A bejáratnál testhőmérsékletet mérnek és fertőtlenítik az odaérkezők kezét. Belépéskor a maszk használata kötelező mindenkinek. Ahol nem lehetséges a távolságtartás, mint például a büfénél, szintén kötelező maszkot viselni. Jelenleg körülbelül egy olyan 500 ember tartózkodik bent. Amikor a tavalyi évhez viszonyítva, amikor viszont nem volt a vírus, akkor hétvégén ettől sokkal többen, 1000-1500 ember is megfordult itten. Valamelyest visszafogja ez az embereket a vírus, látszódik. A fürdőbe a helyiek továbbra is kedvezményesen léphetnek be. Az 5 éven aluliak számára teljesen ingyenes a belépés. A gyerekeknek 5 éves kortól 15 éves korig 100 dinár, a felnőtteknek pedig 150 dinárba kerül a jegy. A más helységekből érkezők számára 200 dinárba kerül a gyerekjegy, míg a felnőtteknek 300 dinárt kell fizetniük a napi jegyért.